nyilvánvalóan érzékeny kérdés a gépjármű hiteleseknél, ezt a részlete az körülbelül 18%-kal csökkenhet, mivel egyébként körülbelül átlagosan az elszámolás hatására a tőkéje is ennyivel változik meg. És pénzáll a házhoz, illetve könnyebbség következik be májustól, illetve júniustól. Parancsoljam! Erre vonatkozó kérdéseknél vagyunk először. Utána föltehetik a nem témára vonatkozókat is. Van-e még témára vonatkozó kérdés? Parancsolja. Bíró Zsuzsa vagyok, a televízió talán hozzá érdekel, hogy a datosok hogyan tudják visszaellenőrizni, hogy a bankok jól számoltak el. Tehát hogyan bizonyosodtak meg az ügyfél, hogy helyes volt az elszámolás. Te vagyunk. Kapnak ugye először is egy levelet a banktól, mert elkezdheti a bank, hogy ő hogyan számolja, mekkora lenne az ő törlesztés. Ha nincs, akkor most jöhetnek a nem témára vonatkozó kérdések, de először a hölgy, aki az elsőbség. Parancsolja! A Nemzeti Bank természetesen felsorolja nyomon követő. Egyébként a sáradtam, hogy decemberben zalájárt, figyelmes rendelkezésben Gulyás Gáborval. Szerintem a lényeget értettem. Csak azért, hogy a többieknek is maradjon ideje, azt tudom mondani önnek, hogy tanulmányozza a Fidesz honlapját az én kérésemre is. Többek között oda kitettek Most én is befejezhetem, vagy nem? Hát akkor rám figyelmet kérném, hogy tenni a Fidesz Befejezhetem, vagy nem? Na, befejezhetem, akkor befejezem. Azt szerettem volna elmondani önnek, hogy külön megkértem a Kubatov Gábor pártigazgató urat, hogy egyébként a Fidesz honlapjára tegyék ki azokat a dokumentumokat, amelyekből kiderül, hogy 2012. májusában a szóban forgó urat egyébként a Fideszből kizárták, amiből az következik, hogy minden utánatott nyilatkozatát nem a Fidesz nevében tette, hanem gyakorlatilag a Fidesz nevével visszajött. Pont. Van-e más kérdés? Parancsolja. Decemberben Zalaegerszegen jelent meg... Még egyszer elmondanám, kint megtalálhatják a Fidesz honlapján azokat a dokumentumokat, amelyekből világos, hogy 2012. májusában a Fideszből kizárásra került, vagy márciusában, erre már nem emlékszem pontosan, de kint van a honlapon az összes dokumentum. Innentől kezdve minden nyilatkozata, amit a Fidesz nevében tett, az valótlan, tehát nem a Fidesz tudomásával történt. Én azt gondolom, tanulmányozzak ezeket a dokumentumokat és használják bátran. Szóval ez a polgármester, akkor bocsánat, mert ő úgy említette meg, hogy neki megköszönte külön. Még egyszer mondanám, 2012. májusában kizártuk ez a dokumentumokból, és kiderül. Parancsoljon! Erről Gulyás Gergely alelnök urat kérdezzék meg. Szerintem készséggel áll rendelkezésre. És a pártvezetése, vagy a parlamenten elnök, nem Kubatov Gábor pártigazgató minden ilyen kérdésben készséggel áll rendelkezésükre. Parancsoljon! Most már más is hadd kérdezzem.